Zene, irodalom és ünnep összefort csütörtökön délután a Jónás János Katolikus Közösségi Házban, ahol is a Máltai Szeretetszolgálat Bonyhádi szervezete fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. Maga a máltai munka az előbb kezdődött Bonyhádon, csak a hivatalos elismerés és működés az kötődik a 93-as évhez, mert itt Bonyhádon is már 91 késő őszén, a tél elején már gyűjtöttek 25 zsák adományt, amit az akkori országos központnak el tudtak küldeni. Ezt az alapító tagoktól tudom, én magam nem vagyok alapító tag, bár feleségemmel együtt 24. éve dolgozunk a szervezetben, de a hivatalos megalakulás az valóban 25 évvel ezelőtt történt. A Bonyhádi szervezet önfeláldozó munkáját fémjelzi, hogy csak a tavalyi évben 400 családnak nyújtottak segítséget ruhaadományok és tartós élelmiszerek formájában. Legfontosabb a máltai jelmondatból, ami így hangzik, hogy a hitvédelme és a szegények szolgálata a mi számunkra a második tűnik a fontosabbnak, hiszen, mint ahogy István atya, aki a mi lelkivezetőnk, a plébánosunk is mondta, hogy maga Jézus is így fogalmaz az evangéliumban, hogy a szegények azok nem fogynak el, viszont a mi hitünk és a szeretetünk az se fogy el, naponta meg tudunk újulni, ezt vettük át az elődöktől, ezt gyakoroljuk most. És hála Istennek, mert csak azt tudjuk szétosztani, amit másoktól kapunk, sokat kapunk, gyakran kapunk, elsősorban ruhaneműt, cipőt, téli ruhát, de tartós élelmiszerből is egyre többet tudunk adni. És mondhatom, hogy hála Istennek, az embereknek a adakozó készsége és a jó szándéka, hogy a rossz, nehéz sorsban élő embereken segítsenek, ez nem tűnt el, hanem megújul, és úgy látom, hogy az utóbbi években új erőre kap itt Bonyhádon is. Vannak támogatóink, de az igazán nagy munkát azt a tagjaink végzik, mi mindannyian önkéntesek vagyunk. Ez is a hivatalos nevünk, hogy Bonyhádi Önkéntes Csoport. Tehát várunk olyanokat, akiknek van szabadidejük, és akik úgy vélik, hogy jó lelkiismerettel tudnak segíteni másoknak. A Bonyhádi szervezet máltai szellemiséggel, keresztény lelkülettel végzett munkáját tovább folytatja a szegények, elesettek és rászorulók szolgálatában itt Bonyhádon.